társadalmi voltam az Elendi Játékipar Testületének elnökét, jól mondtam a cégnevet, köszönöm szépen. Valamint úgy utánát, aki a finom borok mellé, amelyet minden majd Fitmanunk film kínál velünket, nagyon finom, sós és édes finomságokat hozott el nekünk. A nevet már ismerjük, Ludwig Klára, természetesen a Ludwig és Mennyesi Kénységnek a tulajdonosa, igazi kétműves kenyérez, már-már nagy üzemi mennyiségben, de majd megmoskodik. Most először átadnám a szót Kovács László úrnak, aki a mi szűkebb tematikánkról, a vendéglátástól fogja majd elmesélni, hogy melyek azok az aktualitások, örömek és gondok, amelyek ma foglalkoztatják ezt a szakmát. Tudom, hogy órákig tudna erről mesélni, de arra kérem, hogy egy rövid előadást tartson nekünk erről, hogy utána tudjunk kérdezni is. Most átadom a szót Kovács László úrnak. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit szeretettel üdvözlök. Én már volt szó róla, hogy készülhetünk különböző audiovizuális eszközökre készített programmal. Én azonban ezt mellőzném, mert egy beszélgetés az talán barátságosabb és hasznosabb. És hogyha valakinek igénye, szüksége van rá, akkor természetesen tudunk adni olyan anyagot, amelyben le vannak írva azok a témák, amelyekről én most beszélni fogok. Tehát, hogyha valaki sajtóanyagot keres, akkor vagy szeretne elvinni, akkor már nem sajtóhír formájában, hanem egy kicsit bővebben, de jó muníciót tudunk adni ahhoz, hogy ágazatukat érintő problémákról későbbiekben esetleg írjanak és hozzá anyagot találjanak. A magyar vendéglátás és a turizmus egy nagy átalakulás alatt van, illetve annak az ágazatnak az irányítása, amelyről most beszélünk. Sajnos az elmúlt évben, ezt most már sajnosként mondhatjuk, megszűnt a közvetlen kormányzati ráhatás, azaz a minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik külosztálya, amely a turisztikai külosztály megszűnt, és a helyettes államtitkári pozíció is megszűnt. A Magyar Turisztikai Ügynökség, amely ennek a szerepét átvette, tehát van egy átrendeződés. A Turisztikai Ügynökség a szervezeti felépítésével volt elfoglalva, és jelen pillanatban még nem látjuk azokat az eredményeket, amely az ő működésének a következményei lehetnek. És ezt most nagyon finoman fogalmaztam meg. Én olvasatomban, én most lehet, hogy egy kissé közvetlenebb információkat is mondok annál, mint amit önök minden gondolkodás nélkül lehozhatnak. Tehát én lehet, hogy beszélek olyanokról, amelyeket az ön újság, vagy önök újságírói erkölcsi ítéletükre bízok, hogy ezt így meg lehet-e jelentetni, vagy nem. Magyarul vannak olyan belső információk, amelyeket önök is úgy gondolnak, hogy azért inkább érdemes megszűrve közölni, akkor ezt köszönöm, ha megteszem. Ha lehet, akkor viszont azt a végén, mert videóra veszem. Ez most természetesen ez a videó az olyan, mint ahogy szokott lenni, lehet belőle látni. Hát ha lehet, akkor nem, mert ezek dokumentum videók. Jó, dokumentum videó. Tehát akkor nyugodtan lehet közölni mindent, természetesen amit elhangzik, az publikus, és semmi titok nincs benne. Egyébként valóban nincs benne, ezt mindenki tapasztalat. Láthatja, hogy mi zajlik körülötte. Jelenleg tehát a turisztikai ügynökség, aki a turizmussal foglalkozik, és a fejlesztési minisztérium felügyelete alatt dolgozik. Mi az év közepén összeállítottunk ennek a turisztikai ügynökségnek a kérésére egy olyan ajánlatcsomagot, amelyben a területünket, a vendéglátást, és nem csak a turizmust, hanem inkább a vendéglátást fókuszába hiszem, mi annak a képviselői vagyunk, minden egyes jogszabály és egyéb intézkedés figyelembe vételével mi az, amit mi problémásnak tartunk, amit szeretnénk javasolni, hogy változtassanak meg. Ahhoz, hogy élhető vállalkozói környezetet teremtsünk. Ez politikai kérdés is. Független politikai identitástól, hovatartozástól, ugye az politikai kérdés, hogy a vállalkozó szeressen adót fizetni. Akarjon adót fizetni, és boldogan vállalkozzon.
Tehát mert ez élte ki a gazdaságot, erre szükség van. Tehát én úgy gondolom, hogy bármilyen politikai kurzus is van annak jól felfogott érdeke, hogy ezt kihasználva javítson a körülményeket. Ezek a javaslatok részben jogszabályváltozást érintő javaslatok voltak, részben pedig azt sem érintő, csak egyszerűen intézkedési terveket vagy kisebb átalakításokat igényelt. Elmondom is, hogy lehet belőle kérdezni. Az első és a legfontosabb, ami január 1-én életbe lép, és mi javasoltuk, hogy a szakmát nagy örömére meghozott vendéglátást kérítő áfaszabályozás egy picit szerintünk javításra szorul. Magyarul az áfaszabályozás egyszerűsítése és optimalizálása lenne az egyik legfontosabb cél. Mire gondolok? Ennek az áfa szabályozásnak van egy olyan pontja, amely szerint érvényes az áfa csökkentés. Ugye azt tudjuk, hogy 2017. januárjától 18%-ra, meg 18. januárjától 5+4%-ra csökkent az áfa a vendéglátás területén. De nem minden szolgáltatásra vonatkozik. Mi az, amire vonatkozik? Ez az éttermi vendéglátás. És a helyszínen előállított alkoholmentes italokra. Köszönjük szépen. Mit jelent ez? Alkoholmentes italok a kávé, a tea, a limonádé, amit a helyszínen készítenek. És alkoholmentes koktélok. És nem vonatkozik az összes többi alkoholmentes italra, a Coca-Colára, az almalére, a narancslére, semmi olyanra, amit készen kapunk valahonnan. De a kérdés felvetődik, hogy mi van akkor, hogyha ez a Coca-Cola termék boxban van, megint boxban van, és ott a helyszínen post-mix készül, tehát akkor keverjük össze ásványvízzel és széndioxiddal, amikor moziban, amikor oda megy és az automatát megnyomja a kiszolgáló személyzet, és akkor ott keverjük. Hát ott már helyszínen készül, nem? Tehát ezt akkor... Ja, de hát ezt az, hogy és ki hogyan értelmezi? Tehát erre mi azt mondtuk, hogy a legegyszerűbb az lenne, hogy minden egyes alkoholmentes termékre vonatkozzon. Ne legyen az kérdés, hogy van-e abban a kólában citrom, vagy az post-mixként készítette, ahogy palacból adták ki. Mert abban a pillanatban kezdődik a trükközés. Mi lesz? Vissza fogják Romániából hozni azokat a leszerelt post-mix gépeket, amiket étteremből leszereltek, hogy csak palackos üdítőt. Most a étterembe mennek, nagyon nagy részt csak palackos üdítőt kapnak. Mert a cég a Coca-Cola leszerelt és elvitte négy keletekre ezeket a gépeket. Most vissza fogják hozni, mert hogy helyben készültként ugyanazért a termékért több pénzt kap majd ugyanazért az árért a vállalkozó, hiszen az áfából mi nem tervezünk árcsökkentést, és nagyon sok bepótolni valónk van, munkabér, fejlesztés, stb. De abból a pénzből, amit én azért a kóláért kapok, több marad nekem, hogyha kedvező báfával számolnak. Tehát megint csak a trükközésre kényszerítik rá az embereket, vagy arra, hogy én Coca-Colát, ne csak Coca-Cola koktélt adjak. És belerakok 3 csepp citromlevet, és azt már koktél. Tehát ki az, aki ezt meg tudja nekem, vagy be tudja bizonyítani, hogy az nem az, hát hiszen még ilyeket is teszek bele, még egy kis mentát is rakhatok bele. Megint csak egy felesleges energiapazarlás. De még egyszerűbben mondom, ha Ungarikumnálról beszélünk, ott van a szódavíz. A szódavíz palacban az nem helyben készült. De ha ezt a szódavizet kint csinálja egy szódavízgyártó automata, és karcsóba viszem ki a vendégnek, az már a helyszínen készült. Tehát ugyanazért a szódavízért sem kaphatok annyi pénzt, nem maradhat nálam, hogyha palacban adom, ami meg tradicionális, és az Ungarikum. Tehát eredet vonatkozó javaslatunk az, hogy minden alkoholmentes italra vonatkozzon az áfa kedvezmény. A másik két jelentős dolog, ami kimaradt ebből a áfa csökkentési szándékból, az egyik a rendezvény vendéglátás, a másik pedig a középkeztetés. Egyikre sem vonatkozik áfa kedvezmény. Tehát ha a rendezvény vendéglátást nézzük, amit még majd később említendő rendezvények után fizetendő repiadó is súl,
akkor a rendezvény vendéglátás az, ha mondjuk egy cég elmegy valahova megünnepelni 15 fővel az étteremben a karácsonyt, akkor az kedvező áfával adhatja meg a számlát jövőre. Ha ugyanez a cég azt mondja, hogy ő szeretné a saját telephelyén ezt megünnepelni, és oda kivonul egy parti szervizcég, és nem 100 fő, vagy nem 15 fő, hanem 150 fő van, akkor ott már csak 27%-os áfával kaphatja meg a rendezvény vendéglátás, ami nyilván kitelepüléssel jár, az nem áfa kedvezményezett. De ennél sokkal rosszabb a következő, hogy az önök, gyerekei, unokái, amikor elmennek az iskolába, és ott szeretnének melegérkezést, akkor 27%-os áfával kell, hogy fizessenek. Ha kimennek a szemben lévő büfébe, kis éttermecskébe, akkor ott 2017-ben 18-18-tól pedig 9%-os áfával vásárolhatnak mondjuk egy tál melegét. Magyarul, hogyha mondjuk 800 forintot szán valaki egy adag étel vagy egy menüre, akkor a 800 forintot, hogyha visszaosztjuk, akkor 630 forint nettó értékben jelenti a 800 forint a 27%-os áfa mellett ezt a vendéglátó vállalkozatot. A 630 forintba kell, hogy beleférjen a nyersanyag költség, a nyereség, minden. Ha kedvezményes áfát vehet igénybe, majd a 9%-ot, akkor az kb. 710 forintból gazdálkodhat az a vállalkozó, 800 forintból a 900-os áfát fogja fizetni, vagy mi van is, tehát 720 körül. Magyarul plusz majdnem 100 forinttal több marad annak, aki kedvezményes áfát. Még munkai érkezésről beszélünk, és iskolai érkezésről. Hát arról beszélünk, hogy Magyarország egészségi állapota rendkívül rossz. És ez alapvetően nem csak a stressz és nem csak az életmódon múlik, hanem a táplálkozás. Mi lenne a cél, hogy jó esetben mindenkit hozzájutassunk egy tál meleg ételhez minden nap. Ahol erre szervezett lehetőségek lennének, mint iskola és munkahely, itt ebben a szabályozással nem segítjük hozzá a munkaadókat és a vállalkozó munkavállalókat, hogy kedvezményesen érkezhessenek. Tehát hogy erre ösztönözzük őket, mert többet kapnak, mint mondjuk egy kereskedelmi vendéglátó egységben. Tehát pont az ellentétes hatást érjük el, mint ami szerintem a egyébként jó szándékú törvényhozónak a célja volt. Ez a két dolog, amit mi alapvetően megváltoztatandónak tartunk, vagy szeretnénk tartani, erre sajnos június óta semmiféle választ senkitől nem kaptunk. És ez januárban életbe lép. A másik ilyen terület, amit mi a jogszabályok megváltoztatásával kapcsolatban javasoltunk, az a reprezentációs adó csökkentése vagy letörlése bizonyos határig. Ez 2012 előtt ez a forgalom bizonyos százalékáig kedvezményesen, vagy adómentesen lehetett reprezentációs céllal költséget elszámolni. Ez lehetett étkezés vagy rendezvény a cég életében karácsonykor és nyáron elő szokott jelenni, lehetett is ajándék a dolgozóknak, vagy épp partnereknek. Ugye azt hiszem senki nem mutathatja, hogy fehér asztal mellett sokkal könnyebb tárgyalni, és nagyon sok minden dől el egy olyan beszélgetésen, ahol kellemes ételeket és kellemes italokat fogyasztatnak a partnerek. Tehát nélkülözhetetlen része az üzletkötésnek a vendéglátás. Ennek ellenére sajnos ezt egy különleges adóval, 51,17%-kal, ez az áfával együtt azonban már 90%-ot is eléri, különböző adóterhekkel. Tehát gyakorlatilag 100 forint reprezentációs célú kiadás mellett 90 forint egyéb adóteher, reprezentációs és egyéb adóteher járul még ez a költséghez. Tehát ez is rendkívül sok, sokan egyszerűen megszüntették a rendezvényeiket. A rendezvénypiac minimum 70%-kal esett vissza, ugyan komolyan rendezvények esetében, a 12-es jogszabály behozatala óta. Sok rendezvény van, de ezek a rendezvények általában a legminimálisabb vendéglátással párosulnak, azaz
szendvics esetétből van rengeteg, de ugye ezt tudjuk nagyon jó, hogy nem ugyanaz, mint hogy egy meleg étkezést adunk, komfortérzetben, egészségben, stb. Messze elmarad attól. Ráadásul sokan nem tudják, hogy az, hogyha valaki egy rendezvényt csinál, és oda társul valami kis étel, és gyere János, szervusz! Szeretettel üdvözöljük a Jánost, aki én borászom, 2001-ben, 2007-ben, köszönöm a segítséget. Zsoltvad Kertről, aki a maga területén ebben a történelmet írt, hogy a nagy borvidékek mellett a Sortrad kerti, tehát az alföldi borvidék is ilyen komoly eredményeket érhetett el, úgyhogy Jánosnak az érdemben külön nagy a borász szakmán belül is. És köszönöm szépen, hogy itt van. Tehát a reprezentációs adó sújtja például János érdekeit is, hiszen sokkal kevesebb bor fogy az évvégi rendezvényeken, mert nem csinálnak a cégek. Tehát szeretném ezt a reprezentációs adót lecsökkentetni, illetve megszüntetni. Erre javaslatot tettünk, hogy mondjuk az éves forgalom 2%-áig kellene ezt szabadon hagyni, ezt a volumen. Bocsánat, Kovács, ez a kongresszusokra is vonatkozik, rendezvény formánál? Mindenre. Jó is. Tehát a külföldiek azért nem hoznak Magyarországra, még azon belül van egy olyan szabályozás, hogy orvos kongresszusra egy főre naponta 4500 forintot lehet személyenként költeni, amiben nem férnek bele. Tehát a külföldi konferencia szervezők azért nem hozzák ide az orvos kongresszusokat, vagy a gyógyszergyárak által finanszírozott rendezvényeket, mert azt mondják, hogy ebből nem lehet semmit kihozni. Most örömhőben mondom. Jó, tehát akkor folytatnám, mert hogy kérdés nekem nem szeretném, hogyha számunk kérjük. 15 perc alatt vagy 20 perc alatt nem tudom elmondani. A reprezentációs adó az egyértelmű ellensége jelenleg a vendéglátás jelentős részének, és nagyon visszavette a forgalmukat. Céges költés